Steigerwald Christian neve úgy gondolom, hogy sokunknak ismerősen cseng. Bizonyítja ezt az is, hogy mostani alumni akadémiánkra közel 400-an regisztráltak, köztük számos pedagógus, akik szeretnék megérteni a generációk közti kommunikációt, ezáltal is fejlődve a hivatásukban. Jelen eseményünket nem csak alumni tagjainknak tettük nyitottá, hanem Pécs város egészének. Szerettük volna ezzel azt mutatni, hogy az egyetem a város szerves részét képezi. Alapvetően egy nagyon komoly globális kultúraváltáson megyünk keresztül az elmúlt 60 évben, és most van 6 olyan generáció, akit nagyon élesen lehet 3 különböző gyerekkori tapasztalatra bontani. A legidősebb 2 generációnk, a veterán és a baby boomerek egy olyan gyerekkorban nőttek föl, amikor semmilyen audiovizuális eszköz nem volt az életükben. Tehát az ő alapgyerekkori szocializációjuk tulajdonképpen íráson, olvasáson történt, és semmilyen más ilyen eszköz nem határozta meg az idegrendszer működését. Az X-esek, Y-osok, tehát a mostani 30-55 év közötti, 30-60 év közötti generáció az, akinek a gyerekkorában ott volt a televízió, tehát a tévé már lett egy ilyen pedagógiai segédeszköz a gyerekkorban. Az alfásokra meg az ések pedig az internet világában nőttek bele, tehát az ő életüknek, az ő idegrendszerüknek a meghatározó eleme az internet. És ezek nagyon-nagyon más tapasztalatok, nagyon-nagyon más válaszreakciók arra vonatkozóan, hogy hogyan kell élni az életet. És ez a 6 generáció most találkozik egymással nem csak a családban, hanem a munkahelyeken és az oktatási intézményekben is. És azt látom, hogy ha nem is probléma, hanem inkább a meg nem értettség az, ami a leginkább jellemzi a szereplőket, és ebből a szempontból lehet fontos, de legalábbis érdekes ezeket az információkat meghallani. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjunk tanulni, kapcsolatban maradjunk egymással a generációk, mert én magam is megélem egyébként, hogy a saját gyerekeim diszkriminálnak bennünket bizonyos dolgokba, ezt leírnak, nem kell vele foglalkozni, nem érdekes, ránk hagynak dolgokat. Holott azt gondolom, hogy mi tényleg egy befogadó, elfogadó generáció vagyunk, és én szeretnék velük kapcsolatban maradni, szeretnék tanulni, amit ők megtaníthatnak nekünk, illetve olyan dolgokat is átadni, amik lehet, hogy nekik még nem fontosak, de olyan értéket képviselnek, amit ők aztán a későbbiek során az életükben hasznosíthatnának, ha hajlandók volnának ránk figyelni. Az egyetem olyan értékközösség, én azt gondolom, meg olyan szellemi közösség, amit jó érzés megtartani, jó érzés visszajönni, jó érzés látni azt, hogy egy egyetem milyen irányba fejlődik, mit tud nekünk plusz adni még, és jó érzés ide tartozni.